Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a tegnapi időközi polgármester választásokon megválasztott polgármestereknek. Mohács, ahol a baloldali összefogásról is véleményt mondtak a választók, és helyette a fejlődést, a jövőt, a biztonságot és a partnerséget választották. Olyan választáson történt mindez, ahol Jakab Péter Puk László családjának kampányolt. Gratulálunk ehhez, de inkább gratulálom Kátkovics Gábornak, Mohács megválasztott polgármesterének. Karcagon is döntöttek a választók, itt a baloldali jelölt 10%-ot sem kapott, gratulálunk Szepesi Tibornak. Gánton is nyert a Fidesz-KDNP, gratulálunk Krausz Jánosnak is. Romániában és így Erdélyben is önkormányzati választásokat tartottak tegnap. Bár az elmúlt 10 évben már körvonalazódott a nemzeti egység a határon túli magyarok támogatásának ügyéből, két párt ez alól kivonja magát, sőt a magyarok ellen dolgozik. A DK és a Momentum, bár meg akarják magukat különböztetni egymástól, nagyon is hasonlóak. Fekete Győr András nem először kampányol a magyarok ellen, és áll be egy román párt mögé. Ez szégyenteljes, és szembe megy a magyar érdekekkel. A parlamenti keret nem engedi meg, hogy a megérdemelt szavakkal illessem a Momentum viselkedését, hát mégis kit képviselnek ők? Ettől függetlenül nagyon szép és megnyugtató magyar eredmények születtek Erdélyben. 20 év után újra magyar polgármestere lett Marosvásárhelynek, 4 magyar megyei tanácselnök lesz, és sikerült megtartani Szatmár Németit, valamint stabil lábakon áll a székelyföldi magyar képviselet is. Gratulálunk minden megválasztott magyar polgármesternek, megyei elnöknek és tanácsosoknak, természetesen ők mind számíthatnak a Fidesz-KDNP-re. Október 11-én pedig Szerencsén és környékén lesz időközi országgyűlési képviselőválasztás. Itt látjuk, hogy teljes elvtelenséggel kampányol az antiszemita, cigányellenes jelölt mellett Karácsony Gergely, Szabó Tímea, Gyurcsány Ferenc, Kunhalmi Ágnes és persze a teljes baloldal. Számukra most már tehát elfogadható a judapestezés vagy épp a dolgozók fenyegetése. Mégiscsak az életünket leginkább befolyásoló, meghatározó helyzet most a járvány második hulláma, az egészségügyi és a gazdasági védekezés. Emlékezhetünk rá, hogy bár sikeresen kezeltük a járvány első hullámát, közösen sikerült túllenni rajta, de a baloldal kivonta magát a védekezésből, nem lehetett rájuk számítani, aztán megpróbálták akadályozni is a védekezést. Kamu videók, a védekezésben résztvevő szakemberek támadása személyükben és hitükben, és így tovább. Most a járvány második hulláma idején ott folytatják, ahol júniusban abbahagyták. Ezúttal az álhírek kreálása és terjesztése az egyik fő elfoglaltságuk. 3 álhírt indított el a múlt hétvégén is Dobrev Klára a járványhelyzettel és a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Az EP képviselő hazudott, amikor azt mondta, 10 tesztből 8-at fizetnek az emberek. Az eddig elvégzett 700 ezer szűrés nagy többsége ingyenes volt. Abban sem mondott igazat Gyurcsány Ferenc felesége, hogy az egész világ átállt a tömeges tesztelésre, és abban sem, hogy Magyarországon nem segít az állam, ha valaki bajba kerül a válság miatt. Újra csak álhírek, erősebben fogalmazva hazugságok. Nem voltak igazak azok a hírek sem, amelyek szerint nem mérték a szurkolók testhőmérsékletét a csütörtöki szuperkupa döntő előtt. Először a Népszava közölt az álhírt, amit aztán természetesen az egész baloldal átvett. A Demokratikus Koalíció külön sajtótájékoztatót is szervezett, de a Jobbik és Szabó Tímea is megosztotta azt az álhírt, miszerint a Korányi Intézetben és a Délpesti Centrum Kórházban nincs elegendő eszköz és szabad légzéssegítő berendezés. Természetesen van, ezt az érintett kórházak és a minisztérium is megerősítette, ennek ellenkezője tehát álhír, erősebben fogalmazva hazugság. Úgy emlékszünk még a baloldal piti politikai érdekből váltogatott véleményére. Márciusban azt mondták, nincs elég lélegeztetőgép, júniusban azt mondták, túl sok lélegeztetőgép van, szeptemberben visszatértek ahhoz, hogy nincs elég lélegeztetőgép. Ugyanígy meg annyi álhírt terjesztettek az iskolakezdéssel, a foglalkoztatottak számával, az egészségügyi állapotával, az uniós megállapodásával, vagy éppen a jogállamisággal kapcsolatban. Ez vált az elsődleges politikai tevékenységé a baloldalon. A recept mindig ugyanaz. Kitalálják a hazugságot, valahol megírják, majd megy szépen körbe a baloldal politikusainak közösségi oldalán, a lelkesebbek még sajtótájékoztatót is összehívnak, és aztán mehet tovább a kapcsolatrendszeren, a nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül, rágalmazva ezáltal is a hazájukat. Reménykedtünk abban, hogy a második hullám beköszöntével a baloldal viselkedése meg fog változni, de nem ezt látjuk. Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a baloldalra továbbra sem lehet számítani a vírus elleni védekezésben, ezért nagyon fontos, hogy a Fidesz és a KDNP továbbra is minden támogatást megadjon a kormánynak, hogy az emberi életek védelme mellett működőképes állapotban tartsuk az országot. A nemzeti konzultáció eredményei alapján ugyanis ezt várják el az emberek tőlünk, Magyarországnak működnie kell. Együtt legyőztük az első hullámot,
közösen most is sikerülni fog. Köszönöm szépen!